Szerencsváros önkormányzatának képviselőtestülete január 25-én tartotta meg idei első ülését, melyen Csíder Andor igazgató a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 2017-es évi beszámolóját és idei munkatervét ismertette. Elhangzott, hogy Szerencsvárosának tavaly számos kulturális rendezvénye volt, idén pedig több fejlesztést is terveznek. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója Csíder Andor elmondta, hogy a tavalyi évben a tárgyi feltételek tekintetében a színpadtechnika és a hangosítás bővítését kellett elvégezniük, ezért használt eszközök beszerzésével próbáltak javítani a helyzeten. Ez a következő évben már meg fog oldódni ez a probléma, hiszen sikeres pályázat keretében vadonatúj hangtechnikát, fénytechnikát és színpadtechnikát fogunk tudni vásárolni. A turisztikai központban Kis Róz Ilona kerámiáiból nyílt állandó kiállítás felajánlás révén. Az igazgató szerint a kerámiáknak nagy a vonzereje, hasonlóan a régi motorok kiállításához. A turisztikai központot gyermekjátszóházként is üzemeltetik, gyermekzsúrok helyszíne is, ezért játékeszközöket szeretnének még bővíteni, és új kiállítás is tervben van. A turisztikai központnál meg kell említenem, hogy a Szerencsiek gyermekjátszó házként, illetve gyermekzsúrok tartására is igénybe veszik a turisztikai központot. Jelen pillanatban úgy tudom, hogy március elejére lehet már csak időpontot foglalni, ezért mindenképp felvetődik az a feladat, hogy bővíteni kell ezt a gyermekjátszó háznak a kialakítását úgy eszköz tekintetében, mint tér tekintetében. Itt a turisztikai központban a jövőben szeretnénk egy újabb kiállítást létrehozni, amelynek a címe Második világháború. 2017. januárjában az időjárás lehetővé tette, hogy korcsolyapályát hozzanak létre a várt területén. Azonban az idei enyhe tél miatt ezt nem lehetett kivitelezni, de felveti a lehetőséget egy mobil műjégpálya üzemeltetésének pályázati források igénybevételével. A tavaly júliusban érkezett Külhoni Magyar Nemzeti Színház szervezésében háromnapos magyar fesztivált rendeztek. Ebben az évben a tervek szerint 12 napon keresztül zajlik majd ez a fesztivál. Augusztusban két tónusban szerveztek Erzsébet tábort, mely 50 gyerek programjának biztosításáról és ellátásáról szólt. A Csokoládé Fesztivál esetében a munkát most egy Csokoládé Fesztivál bizottság segítette, velük egyeztetve szervezték meg a rendezvényt. A jubileumi fesztivál is megdöntötte a látogatói létszám előző évi rekordját. Októberben országos rejtvényfejtő versenyt rendeztek, melyen már az első alkalommal több mint 100 ember vett részt. Az újonnan megalakult rejtvényfejtőklubja segíthet abban, hogy a verseny még nagyobb látogatószámmal büszkélkedjen. A képviselőtestület egyhangulag fogadta el a beszámolót és a munkatervet. A január 25-i testületi ülés teljes egészében megtekinthető a Szerencsi Hírek YouTube csatornáján.